Ismét az érdeklődés központjába került a gyönyörű Csillebérci tábor, amely a pártállami időszakban a magyar úttörő mozgalom egyik fellegvára volt, és nyilván sokan töltöttek el ott önök közül is kellemes napokat. Az utóbbi években azonban jogi viták kiinduló pontja volt Csillebérc. Az ifjúsági és sportminisztérium keresetet indított annak megállapítására, hogy az egykori KISZ és a DEMISZ ingatlan ügylete annak idején törvényes volt-e. Az adásvétel kapcsán kérdések tömege vetődik fel, ezeket most bírósági perek tárgyalják. De vajon a jogi viták közepette foglalkozik-e bárki is azzal, hogy valójában milyen célt szolgált és kellene a jövőben is szolgálnia ennek a tábornak? Tudnak-e majd itt nyaralni a gyerekek? Most tél van, a tábor üres, de ki tudja, mit hoz majd a nyár. 10 évvel a rendszerváltás után kerültek napvilágra azok a dokumentumok, amelyek megkérdőjelezik a Csillebérci tábor a földhivatali bejegyzés szerinti jelenlegi tulajdonosának, a Magyar Úttörők Szövetségének valódi tulajdonjogát. Az ingatlan átruházási szerződés egy másolata az egyik ifjúsági szervezet, a Független Ifjúság birtokában van. Szerintük az 1989. június 27-én született szerződés, amelyben a KISZ az Úttörők Szövetségének adta Csillebércet, értelmezhetetlen, hiszen a KISZ már korábban, április 22-én megszűnt. Egy olyan szervezet adta át az Úttörő Szövetségnek a csillebérci objektumot, amely akkor már nem létezett, ez a kommunista ifjúsági szövetség volt, ami akkor már nem létezett, kimondta a feloszlását, és ami még egy érdekes momentum ebből a kérdéskörből, hogy a KISZ adta át, ugyanakkor a dokumentum végén, ezek az átadási ajándékozási dokumentumnak a végén már a DEMISZ bélyegzője szerepel. A Magyar Állam, az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság pert indítottak az Úttörő Szövetség ellen 2000 júliusában. Ezután 2001. januárjában megjelent a tulajdoni lapon egy újabb tulajdonos jelölt, a Mobilber Kft. Az állam most őket is perbe hívja. Kérdés persze, hogy miért most jelentkezett a földhivatalnál ez a Kft. A sajtóban ugyan már egy évvel korábban felröppent a hír, hogy ők a tábor új tulajdonosai, de ez hivatalosan sehol sem szerepelt. A Magyar Állam képviseletében a keresetet 2000 júliusában nyújtottuk be. Ebben az időpontban az ingatlan nyilvántartásban még híre hamva sem volt ennek az állítólagosan 2000 januárjában már megkötött ügyletnek és bemutatott vevőnek. Ez a bizonyos Mobilber nevű vevő a kereset benyújtását követően, ám de még a bírósági, egyébként viszonylag gyorsan elrendelt perfeljegyzést megelőzően csúszott be, hogy úgy mondjam, az ingatlan nyilvántartásba, tulajdonjog bejegyzési igénnyel, így ezt kénytelenek voltunk később az első tárgyalás során perbe hívni. 99. októberében mi kötöttünk egy adásvételi szerződést erre a táborra, ám a vevő a mai napig is fizetési késedelemben van, tehát ma, nem tudom, január 27-e táján én felelősséggel azt mondom, hogy az Úttörő Szövetség ennek a tábornak a tulajdonosa. Hozzátéve, hogy persze, ha a vevő teljesít, akkor joga nyílik arra, hogy tulajdonba lépjen. Ebben a szerződésben az szerepel, hogy tulajdonképpen a vevőnek csak akkor kerül tulajdonába ez a tábor, amikor a teljes vételárat kifizeti érte? Nem. Ez úgy van rögzítve a szerződésben, hogy ha és amennyiben kifizeti a Konzummagnál fennálló, mintegy 1,4 millió dollár értékű hitelt, akkor számára megnyílik az a jog, hogy a tulajdonjogát bejegyeztesse. Természetesen 1000 garanciával arra, hogy egy több éves folyamat részeként a vételárt teljes egészét kifizesse. Ez a konzumbankos hitel, ez pontosan micsoda? Az Úttörő Szövetség annak idején a tábor fejlesztéséhez fölvett hitelt, ezt görgeti maga előtt most már néhány éve, ami mára 1,4 millió dollár. Egy évvel ezelőtt, amikor a sajtóban először röppent fel a hír a tábor eladásáról, a 12. kerületi önkormányzat 3 éves változtatási tilalmat rendelt el a táborra. Attól tartottak ugyanis, hogy a gyerektábor helyén szállodák és bérbeadható lakóingatlanok épülnek, és többé nem azt a célt szolgálja, amelyre létesült. A területen sem építeni, sem bontani, sem értékművelő beruházást végrehajtani nem lehet, és erre az építési hatóság engedélyt sem adhat ki. Ez a terület konzerválását jelenti mindaddig, amíg a városrendezők eldöntik, mi a legjobb a kerületben élő és a fővárosban élő polgároknak ezen a területen. Az Úttörők Szövetsége emiatt pert indított az önkormányzat ellen. A gyerektáboroztatás tudva levően nem nyereséget termelő vállalkozás. Kérdés tehát, hogy egy ingatlan befektetőnek miért éri meg egy gyerektábor üzemeltetése, amennyiben valóban ezt a tevékenységet kívánja folytatni. További kérdés, hogy egy 3 millió forint alaptőkével alapított cég
hogyan tud 4 hónappal később megvenni 1,8 milliárd forintért egy ingatlant. A válasz várat magára. Egyébként a Mobilber Kft. Cég kivonatából az is kiderül, hogy a cég mögött egy bécsi és egy liechtensteini tulajdonos is áll. Liechtensteinről mindazonáltal tudva lévő, hogy igen kedvező hely adózási szempontból. Sajnos a Mobilber Kft. Képviselője nem kívánt műsorunknak nyilatkozni, így az úttörők szövetségétől próbáltuk megtudni, hogy ők mit tudnak arról a Kft.-ről, akivel szerződtek. Nincs itt nagy titok, hiszen arról van szó, hogy minden ingatlan fejlesztési nagy projektnél létrehoznak egy arra célra megalakuló vagy létrejövő új szervezetet, munkaszervezetet. Tehát magyarul ez a Kft. Ez azért jött létre, hogy megvásárolja a Csillebérci úttörőtábort? Én azt gondolom, erről a Mobilbert kellene megkérdezni, de az én feltételezésem szerint igen. Mert hogy az ügyvezető igazgatónak is a bejelentett címe az a tábornak a címe? Azt gondolom, hogy nem magánemberként beszélünk róla. Hát nyilván az ügyvezető ott székel, ahol a cége székel. Hát ez, szerintem ez mindenhol így van, nem? Hát nem tudom, ez bejelentett lakcímként így szerepel a cég nyilvántartásba. Tehát, hogy az ő bejelentett lakcíme az a tábornak a címe. Most újat mondott nekem, én ezt nem tudtam. Hát, ha gondolja, megmutatom szívesen, mert itt van nálam ez a papír. Ebből kiderül, hogy itt ez a rész az. Bevallom őszintén, hogy én láttam cégkivonatot a cégről. Talán van is nekem régebbi. Abban a... lehet, hogy az én figyelmemet került el, hogy az ügyvezetőnek mi a lakcíme, a bejelentett lakcíme. Mondjuk számomra az is érdekes volt, aztán lehet, hogy emögött nem kell semmit se keresni, hogy itt hát ingatlan forgalmazással, ingatlan beruházással, eladással, stb. Foglalkozik a cég, de ezen kívül gabona, vetőmag, takarmány, nagykereskedelemmel, kávé, tea, kakaó, fűszer kereskedelemmel. Ez úgy meglehetősen furcsa itt a Csillebérci úttörők tábor kapcsán. Mi egyetlen egy ügyben állunk kapcsolatban, ettől még 100 tevékenysége lehet a cégnek, azt gondolom, hogy ez vitán felül áll. Ez az egyetlen ügy pedig az, hogy a Csillebérci tábor jövője ügyében milyen megállapodás jön létre közöttünk. Csak remélni lehet, hogy idén nyáron, jövő nyáron, vagy akár 10 év múlva is a gyerekek, a fiatalok kikapcsolódását szolgálja majd Csillebérc, ahogy ezt annak idején megálmodták, amiben igazi értéke rejlik. És nem csupán egy jó helyen lévő, nagy értékű teleknek tekintik, amelybe érdemes befektetni, majd nagy haszonnal továbbadni rajta.